Ez itt a Kaposmenti magazin, köszöntöm nézőinket! Darts versenyt rendeztek Dombóváron, a Dréher Magyar Darts Liga dél-dunántúli régiójának 16. fordulóját rendezték meg. Megújult a Dombóvár-Szigetsor városrész, fejlesztések projektátadója zajlott. Projektzáró ünnepség Mászlonyban közösségi házat adtak át a dombóvári település részen. Falunapot tartottak Dalmondon, számos gyerekprogram, főzőverseny, sztár fellépők a Tolnavár megyei településen. A Dréher Magyar Darts Liga dél-dunántúli régiójának rendezték meg a 16. fordulóját Dombóváron. Ez az igazolt versenyzőknek a megmérettetése. Szekszárdról, Komlóról, Paksról, Dombóvárról és Pécsről is érkeztek dárcosok a város művelődési házába vasárnap délelőtt, hogy játszanak, versenyezzenek és győzzenek. Kiváló eredmények születtek. Egy fiatal darts versenyző, házkergő, a szekszárdi Aliszka Darts Klubból érkezett. Versenyszinten 2 éve, hobbi szinten 3,5 éve dartsozik. A játékos legutóbbi sikeréről beszélt, a Hungarian Darts Superligák selejtező versenyén, ahol 2 fordulót rendeztek, 8 játékos került be. Mind a 2 versenyről 4-4, összesen 82-en indultak aznap, és nekem az első selejtező versenyről sikerült bekerülnem a Superliga 2024-es kiírásába. A hölgyek is űzik ezt a sportot, és egyre sikeresebben. Komlóról érkeztek, 5 csapattaggal indultak neki a versenynek. A T20 Darts Clubhoz tartozunk, és hát én konkrétan azért szeretem a dartsot, mert a párom már régóta szerepel, és játszik, és nagyon jó eredményeket érte. Jó a közösség, nagyon jó hangulat van, egyre több női játékos van, ami hát nem egy utolsó szempont. Egyébként ugyanúgy a férfiak között mérettetjük meg magunkat, mi nők is, úgyhogy hát csak ajánlani tudom bár akárkinek, mert ez tényleg egy ilyen 0-100 éves korig való sport. Nagyon sok idősebb játékos is van, de ugyanezt el lehet mondani a fiatal korosztályról is. A Dombóvári Darts Egyesület 2020-ban alakult. Az ötlet onnan származik, hogy különböző kávézóban, vendéglátóegységekben táblákat furtak fel a falra a résztvevők önmaguk szórakoztatására. Ennek akkora sikere lett, hogy különböző városokból, Kaposvárról, Pécsről, Szekszárdról jártak ide játszani. Később egyesület alakult, és már versenyek is zajlottak. A helységet a város polgármestere ajánlotta fel számukra, azóta a művelődési házban játszanak és versenyeznek. 21-ben elindultunk egy a nemzeti csapatbajnokságban, és hát 80 csapatból lettünk az 5. országos szinten. Tehát igen, tehát ez egy óriási sikernek számít, és ugye idén meg bent tudtunk maradni így az NB3-as osztályban, és akkor most így az előkelő második-harmadik helyen állunk a 20 csapat közül. Úgyhogy ilyen teljesítmények vannak csapat szinten. A Dréher Magyar Darts Liga dél-dunántúli régiójának rendezték meg a 16. fordulóját. Ez az igazolt versenyzőknek a megmérettetése, mondta az elnök Gyeraj Attila. Ez egy 20 fordulós versenysorozat, februártól október végéig tart, és akkor ez a 16. fordulója. Ha jól láttam, most 25-en jöttünk össze. Tegnap is volt egy forduló, azt Komlón tartották például, ott 35 volt a létszám. Ez is változó, hogy melyik helyszínre hányan mennek el. Kitartás, idő, türelem jellemzi ezt a sportot, tette hozzá a klub elnöke. Az eredmények pedig a következők. Első helyezett Házgergő, Szekszárd Aliszka Darts Klub. Második lett Adorján Ádám, szintén az Aliszka játékosa. Harmadik Juhász Ádám, az Aliszka Darts Klub tagja. Szintén harmadik helyezést ért el Égner Attila, a Paksi Darts Klub tagja. Házgergő a 16 fordulóból már a 8. győzelmet érte el. A Szigetvasút település részen megvalósult mély és magas építési fejlesztéseket adtak át. A Dombóvár-Szigetvasút városrész pályázati beruházásnak köszönhetően újulhatott meg. A projekt során a szilárd útborkolat és a csapadék vízelvezető rendszer fejlesztése, valamint a járda felújítás mellett 10 darab önkormányzati tulajdonú lakást és egy nyitott közösségi teret is átadtak. Ünnepi esemény keretében zajlott le a tervezett, több mint 500 millió forintos fejlesztés átadása a Szigetsor vasút városrészben.
A projektátadón Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője mondott beszédet. A politikus elismerően szólt arról, hogy az elmúlt év támogatásai és az önkormányzat elkötelezett hozzáállása révén a dombovári oktatási, nevelési és szociális intézmények modernizálódtak, megfelelnek a mai kor elvárásainak. Az elmúlt években azt láthatjuk, hogy Dombóváros önkormányzata és az itt működő állami és egyházi intézmények meg tudtak újulni, illetve az önkormányzat élenjáró szerepet játszott abban, hogy az intézményrendszert fel lehessen újítani. Ez azért is van, mert Dombóvára nem csak a dombóvári gyerekek járnak iskolába, hanem a környékbeli településeknek a lakói, illetve a gyerekek is használják ezt az intézményrendszert, alapvetően az oktatási intézményrendszert és a járási hivatalokat, és ezért is volt szükség arra, hogy ezt sikerüljön megtenni, hiszen Dombóvár egy iskolaváros. Jó látni azt, hogy a projektek szép ütemesen készülnek el. A mai két átadó alkalmával, illetve ezt kiegészítve a kakasdombi beruházással több mint 1 milliárd forintról beszélhetünk. Most több lakást adtunk itt át, de a mostani átadón, ami 11 órakor volt, a Mászlonyira 15 órakor kerül sor, igazából több kivitelezést, beruházást vontunk össze annak érdekében, hogy együttesen tudjuk átadni. Ez a beruházás, amit most délelőtt adtunk át, ez közel 540 millió forintba került, amiből 529 millió forint volt a támogatás. Megköszönjük a városnak a támogató hozzájárulását, a kivitelezőknek, a közbeszerzőknek, mind pályázatíróknak, mindenkinek, aki hozzátett a munkájába, és természetesen a megyei önkormányzatnak is köszönetet kell mondani a képviselőknek, akik a támogató véleményükkel a topos pályázatokat az elmúlt időszakban menedzselték, illetve vitték tovább. A pályázati támogatásnak köszönhetően a Szigetsor utca útburkolata és a csapadékvízelvezető rendszere újult meg. A Kórházrét és Erdősor utcákban pedig a csapadékvízelvezető rendszer fejlesztése és a járdák felújítása valósult meg. Emellett 10 önkormányzati tulajdonú lakás felújítása és egy nyitott közösségi tér kialakítása is megtörtént. Dombóvár területén 3 darab szegregátum található, ezek közül nyilván a mai az a kiemelt projekt, amelynek mentén az avatására készülünk. Ezen a területen csapadékvízelvezetés készült el, járdaszakaszok lettek felújítva, 10 darab önkormányzati bérlakás felújítása történt meg, illetve mögöttem látható épületkomplexumban 3 újnak a kialakítására került sor. Tőlünk itt nem messze elkészült egy olyan közösségi tér, amelyben sok szeretettel várjuk a családokat, és voltunk olyan szerencsések, hogy a tavalyi év folyamán pályázat mentén egy pumpapályát is tudtunk építeni, tehát azt gondolom, hogy ettől 100 éves korig itt mindenki jól tudja magát érezni. Ennek a projektnek voltak hiányossága, hiszen nem terveztek parkolót, nem terveztek vizes blokkot, mindezt az önkormányzat saját költségén biztosította, és nyilván nagyon remélem, hogy a vágóképen meg fog jelenni, egy gyönyörű közösségi tér jött létre, egy abba illeszkedő természetbarát vizes blokkal, és remélem, hogy mi hamarabb minden dombvári ezt birtokába veszi, és nyilván nagyon fontos, hogy a Dombóvári Egységes Szociális Intézményünk telephelyén vagyunk ma, ahol egyébként a Prezidium Egyesület is működik, és az ő általuk, ma már mondom, majdnem, hogy gyerekek, de felnőttek részére tudunk mi itt szállást biztosítani. Ezáltal megegyszerűsítettük nekik a napi munkába járást, hiszen ők amúgy sérült emberek, itt töltik a mindennapjaikat, eddig a város másik pontjára, mint egy 2 kilométerre kellett ide járniuk, azt gondolom, hogy sokkal biztonságosabb környezetbe tudtuk őket elhelyezni, és nagyon remélem, hogy jól fogják magukat érezni az új ingatlanokban. Az épületet Király László baptista lelkész áldotta meg, majd a nemzeti színű szalagot Potápi Árpád János, Fehérvári Tamás, a Tolna vármegyei önkormányzat elnöke és Pintér Szilárd polgármester közösen vágták át. A Prezidium közhasznú egyesület munkatársai is közreműködtek az eseményen. Az ünnepség után a vendégek lehetőséget kaptak az új lakások és közösségi tér megtekintésére. Jelentős pályázatot zárhatott Dombóvár önkormányzata. A projekt záró rendezvényen a dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának egy komplex helyi szintű pályázatát zárták, mely során a mászlonyi közösségi teret ünnepélyesen átadták.
Elkészült, és hivatalosan is átvették a Mászthenyi Közösségi Házat és a felújított lakásokat. A Mászthenyi Közösségi Ház önkormányzati lakások felújítására, valamint a Pacsirta, Fecske, Fülemüle és Színege utcák szilárd burkolattal való ellátására és térfigyelő kamerarendszer kialakítására kiírt pályázat több esetben hiányosságokat mutatott. Ezért a beruházás befejezéséhez további támogatásra volt szükség, emelte ki Pintér Szilárd polgármester a Mászthenyi projektátadón. Azt hiszem, hogy a legkézzelfogható fejlődés itt a Mászthenyi városrészünkben tapasztalható, hiszen a három szegregátum közül itt voltak a legelmúltabb a viszonyok. Nagyon fontos is kiemelendő, hogy minden belső utcának a kövezése elkészült, új aszfaltbúzatot kaptak az utak, megszűntek a sáros utcák. Sajnos van még egy elég nyűgös területünk, ami a bekötő útunk is, amivel nem tudtunk igazán mit kezdeni, mert az a Dalmondi állami bonafon tulajdonában van, azt az utat csak makadámútként tudjuk kezelni, próbáljuk mindig javítgatni, de nyilván hétről hétre tönkre megy, és a nagygépek ezt folyamatosan tönkre is teszik. Ahol most állunk, ez egy közösségi ház Mászthonyban, azt gondolom, hogy erre valóban szükség volt itt, de erre valóban akkor volt szükség, hogyha a fél évben azt mondjuk, hogy sikerült is megtöltenünk tartalommal. Ezért biztatjuk a helyeket, mert most is látszik, hogy nagyon óvatosan jönnek be, de megpróbáljuk ők elhitetni, ez az övék, és ő értük épült. Három családi házat tudtunk még felújítani, azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hiszen egy utcába kettőt, a másikba egyet, de én azt gondolom, hogy lássák azt a fiatalok, hogy érdemes itt maradni, érdemes itt családot alapítani, és mindent elkövetünk azért, hogy az az alapvető infrastruktúra, amely egy városba elérhető, és a városnak része Mászthenyi puszta is, az ő számukra is elérhető legyen, és remélem, hogy nap mint nap ide fognak látogatni, hiszen kiváló kollégáim nap mint nap programokkal várják őket. A pályázat fő célja Dombóvár szegregált területein, különösen a mély szegénységben élő roma és nem roma lakosság társadalmi beilleszkedésének erősítése volt. Ennek az volt a célja, hogy csökkentsék és hosszú távon megszüntessék az érintett lakosság fizikai és társadalmi kirekesztettségét különböző szakmai programok révén. A program 2017-ben indult, és ugye most fejeződik be, tehát 6 év volt az, amit itt dolgoztunk a területen. Az elején nagyobb intenzitással, most már kevesebb program volt a vége felé betervezve, de folyamatosan itt voltak a területen a szociális munkások, egyéni esetkezeléseket végeztek, a családoknak segítettek, életviteli és mentális tanácsadást nyújtottak, tehát nagyon sokrétű volt ez a 6 év. A nemzeti színű szalagot Potápi Árpád János, a térség országgyűlési képviselője, és Pintér Szilárd polgármester közösen vágták át, az ünnepségen pedig a szervezők gyermekeknek szóló programokat és vendéglátást is biztosítottak. Falunapot tartottak Dalmandon, a Tolna vármegyei település önkormányzata egy tradicionális főzőversenyt is rendezett, és a gyerekeknek igen gazdag programot biztosítottak. Játszóház, akadálypálya, légvár és népi játék várták a kicsiket és nagyobb gyerekeket is. A nap vége felé sztár fellépők is érkeztek. A dalmandi focipálya most a legkisebb játékosoké. Egyedül vagy társas módon versenyezve, vagy csak az ügyességüket próbára téve szabadon választhattak és játszhattak egész családok nagyszülőstől unokástól együtt. Mindent szeretnénk kipróbálni, már az összes játékot kipróbáltuk, ezt a népi játékokat is, meg a csúszdát, mindent a gyerekekkel főleg. Kedvenc játékom, hát nem nagyon szerettek nyerni, de megpróbálok. Elmaradhatatlan a főzőverseny ilyenkor. A pörkölt ördögök régi motorosok a főzőcskében. Gyakorlatilag évtizedek óta járunk főzni, mondhatom ezt. Kezdtük Bonyhádon a Tarka Fesztiválon, oda jártunk rendszeresen, utána Dombaváron volt egy lecsó fesztivál, azon szerepeltünk, ide faluban pedig 3-4 éve járunk vissza, visszatérő vendégek vagyunk. Mi legfontos, hogy barátságokat ápoljuk, ezzel erősítjük családokat, most jönnek a többi barátaink is, a helyezést is értünk el Bonyhádon is, meg Dombováron is. Gyakorlatilag mi túrógombócot szeretnénk volna készíteni kajszival, de idén nem volt kajszi termés, úgyhogy ezt elengedtük ezt az ilyen ötletünket, és akkor ebből lett egy vörösboros vaddisznó pörkölt. A dalmandi falunapi rendezvény célja, hogy összekovácsolják a közösséget, megmozgassák a gyerekeket, a középkorosztályt és az időseket. 4. éve rendeznek Dalmandon falunapot.
a szűkös anyagi helyzetünk ellenére is azt gondolom, és az árak emelkedése mellett is a vállalkozóink segítségével, amit nagyon köszönök nekik, képviselőtársaimnak, közmunkás dolgozóknak, hivatali dolgozóknak, hogy mindig összetartunk és egy csapatként dolgozunk, hogy kivitelezhessük, és ne az önkormányzatot terheljük az anyagi kiadásokkal. Olyan fellépőket is hívtak, amelyek minden korosztály számára megfelelők lehetnek, mondta a település polgármestere dr. Stamné Juhász Luca. Lesz egy Kacor Ferink, akit nagyon szeret mindenki, lesz egy Szandink, aki szintén nagyon nagy rétegeket tud megmozgatni, és jön egy Pál Dénesünk, aki viszont a fiatalokat és a fiatal kategóriát képezi. A gyerekeknek játszóházat szerveztünk, hogy a kicsik is tudják élvezni ezt a mai napot, légvárat és népi játékokat, hogy egy kicsit a logikájukat is és a szellemi tudásukat is tudják fejleszteni. A nap vége felé sztárfellépők is érkeztek. Szandi, Pál Dénes és Kacor Feri szórakoztatta az egybegyűlt közönséget. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!